Isten egyetlen fia orvosi misszionárius volt. A mai alapszöveg megtalálható a Máté evangéliuma 9. fejezet 35. versében. És körüljárja vala Jézus a városokat mind és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között. Évekkel ezelőtt Mark Finley lelkipásztor meglátogatta a mezőménesi egészségközpontot, és a mai szöveggel bátorította a dolgozókat, akik ezt a szolgálatot választották. Jézus valóban a példaképünk az orvosi misszió munkában. A teljes ember gyógyulására törekedett. Meggyógyította a beteg testét, az eltévedt, összezavart elmét és a bűntől megrontott lelket. A megváltó minden egyes gyógyítását felhasználta arra, hogy mennyei alapelveket ültessen az emberek értelmi és lelki világába. Ez volt munkájának célja. Földi áldásokat hintett, hogy az emberek szívét kegyelme evangéliumának befogadására késztesse. Az Úr Jézus Krisztus azért jött a földre, hogy fáradhatatlanul szolgálja az ember szükségleteit. Elvette előtlenségünket, hordozta betegségeinket. Hogy az emberiség minden nyomorán enyhíthessen. Azért jött, hogy levegye rólunk a betegség, a nyomor és a bűn terhét. Isten azért küldte, hogy az embernek tökéletes gyógyulást hozzon. Hogy egészséget, békességet adjon neki, és tökéletessé tegye jellemét. Szolgálata során Jézus több időt szentelt gyógyításra, mint prédikálásra. A prófétaság lelkének írásai szerint nem csak az egészségügyi dolgozók, hanem minden egyháztag egészségügyi missziómunkára hivatott el. De vigyázzunk! Akár egészségügyi dolgozók vagyunk, akár nem, akár csapatban munkálkodunk, akár magányosan, tudnunk kell, hogy ismereteink korlátozottak, ezért nagyon fontos, hogy mikor látjuk, hogy a szükségletek meghaladják a képességeinket, forduljunk olyan személyekhez, akik megfelelő szaktudással rendelkeznek, egészségügyi, érzelmi, pszichiátriai vagy lelki téren. Uram, segíts ma úgy támogatnom azokat, akiket hozzám vezetsz, hogy a megváltó példáját követve teljes emberként, testileg, értelmileg, érzelmileg és lelkileg szolgálhassam őket. A reggeli áhítat szerzője Nikolai Dan, orvos.